akkor kérem tisztelettel ott tartottunk, hogy összeraktunk egy tranzisztort a én azt a verziót szeretem, hogy NPN, de PNP is van, hogy nyilván tanulták, azok csak minden polaritást fordítva kell bekapcsolni, csak akkor kell, hogyha többféle polaritással kell egyszerre operálni, akkor ilyet tesz az ember, vagy olyat tesz, ami éppen kell. Úgyhogy ennek nincs nagy jelentősége, NPN-nél maradunk, és akkor ugye, ahogy mondtam, ez a bázis, ez az emitter és ez a kollektor, és akkor a bázis emitter diódát azt nyitó irányba kapcsoljuk, ahogy ez azt jelenti, tehát, hogy a pozitív felére tesszük a pozitívot, a bázis kollektor diódát azt pedig záró irányba kapcsoljuk, és akkor az történik, hogy a töltések azok kvázi átrohannak ezen a vékony rétegen, fizikailag effektív, ami mindjárt nem ez a valódi kiviteli, mindjárt le fogom rajzolni, hogy néz ki valójában egy tranzisztor, az nem így néz ki, ez csak a klasszikus, könnyen lerajzolható verzió ennek. Egyszerűen a vékony, fizikailag vékony rétegen át mennek a töltéseknek egy jó része, mondjuk a 95%-a, és akkor nevezik a tranzisztor alfa értékének az, ami a kollektor áram, az alfászor az emitter áram, és ez az alfa ez ilyen 0,95 körül szokott lenni, de ami sokkal fontosabb, ha még ezt összekombináljuk ugye itt a csomóponti törvénnyel, akkor megkapható, hogy a kollektor áram az a bétászor a bázis áram, és akkor ez a kettő egymással, egyik a másikból kiszámítható, azt már múltkor megcsináltam, és ami lényeg, hogy egy normális tranzisztornál, amit egy boltba lehet venni, ez az beta érték, ez a 20 és 100 közötti tartományban tud mozogni. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy természetesen a tranzisztornak minden paramétere, az eszméletlen függ a hőmérséklettől, és a kivitelésnél, hogy milyenre sikerült. Ugye? Úgyhogy nem tervezhető egy olyan áramkör szintet, hogy akkor most akarok venni egy olyan tranzisztort, aminek 22 a bétája. Akkor azt nem lehet venni. Legfeljebb, hogy az ember megvesz 1000 darabot, és akkor keresgeti, amennyinek annyi a bétája, de az időben változni fog, és hőmérséklettől borzasztóan fog függni. Tehát így csak ebből áramkört így nem lehet csinálni. Először is, ha csak egy ilyet csinálok, akkor az első lesz, hogy mi történik? Elfüstöl. Ez egyszerűen, hogy nincs semmi, ami az áramokat korlátozná. Szépen ez melegszik, csökken az ellenállása mindennek, egyre nagyobb áramok folynak, a végén el fog füstölni. Úgyhogy akkor legalább az, hogy valami hűtőre rá kell tenni, hogy ilyen köz a tranzisztort. Nem véletlenül az első tranzisztort mondtam, hogy a 30-as években csináltak, az ilyen öklönnyi volt, és folyékony nitrogénbe hűtették. Most ahhoz képest most mondogattam már, hogy a cél az a 15 nanométeres ilyen karakterisztikus távolság. Ez egy elég nagy változást jelent, ugye, hogyha ezt belegondoljuk, és ez nem kevesebb, ez ilyen 80 év alatt, tehát így eljutottunk ebbe a tartományba. Na, tehát valamit kell majd csinálni ahhoz, hogy ebből egy működőképes eszközt lehessen csinálni. De, még mielőtt azt mondanám, tehát az valójában nem is így csinálják ezt a tranzisztort, hanem úgy csinálják, hogy van egy N-típusú hordozók, vagy egy vékony réteg a tetején, most ez teljesen mindegy, akkor ide csinálok bele egy üregbe egy P-típusú hordozót, majd abba egy N-típusút. És akkor ezt itt vékonyra csinálom. Ez sokkal könnyebb kivitelezni, mint így rakosgatnám azokat egymásra. Egy pici területre csinálok egy ilyen teknő alakú P-típusú szennyezést, majd annak a belsejét átszennyezem megfelelően egy N-típusúra, és akkor ilyen módon ez eleve mindjárt vékony lesz, tehát még inkább
nagyobb lesz a béta értéke ennek az így kapott tranzisztornak, amit kapunk. Akkor mit kell csinálni? Ja, ennek az egésznek van egy kapcsolási rajza. Ez az emitter, kollektor és bázis, ez már biztos szerepelt. Akkor megy kifele a nyír, hogyha az NPN típusú, tehát hogy a bázis emitter diódát nyitva kapcsoljuk, akkor kifele mutat ez a nyír. Ha befele mutat, akkor PNP típusú tranzisztorról beszélünk. Ez nincs igazán jelentőség, én ennél fogok maradni ennél a verziónál. Na és akkor biztos tanulták, felteszem a, mi ez? Minek hívják az elektro, nem tudom micsoda, első fél évben. Jó, igen, tími tárgyból, hogy ha valami nem stabil, az stabilizálni kell. Jó, hogyan lehet stabilizálni? Visszacsatolással. Méghozzá, ugye negatív visszacsatolással, tehát akkor a kimenő jelet valahogy vissza kell vinni a bemenetre, és akkor, hogyha szerencsénk van, ezt jól csináljuk, akkor ezt stabilizálni fogja ezt a dolgot. Ha nincs szerencsénk, akkor ez alá kell oszcillálni, vagy még inkább elfüstöl, tehát ugye ez a két verzió van. Nem látszik először rajta, de egy nagyon rafinált trükköt, egy bonyolultabb áramkört szeretnék felrajzolni, és ezt szeretném kiszámolni, hogy lássák, hogy működik ez a tranzisztor, és mi kell hozzá. Abban fog ettől különbözni, hogy azt csinálom, kérem szépen, hogy ide beteszek egy ellenállást, ezt elnevezem R-emitter ellenállásnak, és ide beteszek egy ellenállást, ezt elnevezem kollektor ellenállásnak, és ez itt a föld, és ide teszek egy telepet. Jó? És ide majd beengedek valamit. Nem egészen így, hogy rajzoltam, de mindjárt látni fog, hogy miről van szó. Ezt az ilyen erősítőt, A-osztályú erősítőnek szokták amúgy nevezni, mert ez a legprimitívebb verziója. Hogy hol van itt a visszacsatolás, azt nem látjuk. Most ezt, ugye nem tudom, hogy az elektronikában szokták, van, amikor szeretnek emberek ilyen kis karikákat jelölni, tehát azt jelenti, hogy nem rajzolom le a telepet, jó, hanem e két pont között van egy új telepfeszültség, ami adott. Oda teszek egy 4,5 voltot, vagy másfél volt, vagy akármicsodát. Jó, ez a rajza. És akkor próbáljuk már meg erre fölírni nem bonyolult dolgokat, semmi extra Kirchhoff törvényeket. Jó? Azt mondja, elnevezem U-be azt a feszültség, ami E2 között van, akár még fel egyelőre, és az érdekel, hogy itt mi jön ki. Itt. U ki. Jó? Higgyék el nekem, az elektronikát, ezt meg lehet érteni. Nem olyan bonyolult, hogy amiért elmagyarázom, az, hogy lássuk, hogy hol is van ebbe a tranzisztor beleépítve. Ebbe a történetbe. Jó? Nem misztikus dologról van szó egyáltalán. Akkor mit csinálunk? Hát akkor még fel kell írni, hogy jó, itt befolyik egy bázisáram, erre. Ugye itt folyik egy emitter áram lefele, mert ugye ezt pozitívan kell folyatni, és ezen itt folyik egy kollektor áram. És akkor minden további nélkül fel tudom írni, hogy a kimenő feszültség az mennyi? Hát az a telepből az ellenálláson eső feszültség. Ugye? Kirchhoff törvény szerint, tehát az U ki, az egyenlő az U telep mínusz RC-szer IC. Jó? És a bemenő ez ki akar itt lenni, csak kicsit szebbre leírom, az U be, az meg micsoda? Hát az áll a bázis és az emitter közötti feszültségből, amire odaírom, hogy U bázis emitter feszültség. Mellesleg megjegyzem, hogy ez alapvetően a bázis áramtól fog függni, icipicit, és ez megint a tranzisztorra vonatkozik, függhet a kollektor áramtól is,
De ettől eltekintünk a továbbiakban. Tehát egyszerűsítő feltevés, hogy a bázis emitter feszültséget az csak a bázis áram fogja meghatározni, ami a tranzisztornak egy picit közelítő tulajdonsága, de jó közelítés jelent. Igaz? Meg természetesen ide hozzá kell adni az R emitter szer I emittert. Jó, akkor még mi kell hozzá? Hát milyen összefüggés van az áramok között? Természetesen az igaz, hogy a I emitter áram az a kollektor áram és a bázis áram összege. És természetesen most jön az, hogy egy tranzisztorról. Eddig igazából nagyon tranzisztorról nincs, mindegy, hogy mi van ide téve, ezek így igazak lennének, akármilyen kütyűről van szó. Tehát a fizikája, az nincs beépítve ebbe, ennek a berendezésnek. Ide egy picit be van építve, hogy ez nem nagyon függ az áramoktól, vagy úgy szokták mondani, hogy a bázis kollektor feszültségtől nem nagyon függ ez a bemeneti karakterisztika, hogy elegánsan akarjuk mondani, ugye? De most jön a tranzisztor, az, amit oda már felírtam, de még egyszer felírom, hogy a kollektor áram az bétászor a bázis áram. Jó? És akkor ezt kérem szépen, ugyebár hány ismeretlenünk van, az U beat azt megadjuk, akkor nem ismerem az U kit, ugye? És itt van ez a három áram. Az tök jó, mert 1, 2, 3, 4 egyenlet. Tehát amennyiben ezt ismerjük, hogy ez milyen ez az összefüggés, mert ezt a kísérletek meg lehet mérni, és ez nagyon ugyanúgy néz ki, mint egy diódának a nyitó irányú karakterisztikája. Mert az nyitva van az a dióda, hát miért ne lenne olyan, ugye? Elvileg az egyenletet meg lehet oldani. Hát csak mi a baj? Hát ez itt piszokul, ronda, nem lineáris függvény. Magyarul ezt nem lehet itt semmit csinálni. Mit csinálunk? Az elektronikában egy ötlet van, kérem szépen. Amit a fizikusok is csak azt tudják, ha egy nem lineáris egyenletet kell megoldani, mit csinálunk? Egy adott pont körül linearizálunk. Jó? De mit csinálunk? Azt mondjuk, hogy jó, ez egy adott beállításnál igaz, változtassuk egy kicsit meg a bemenő feszültséget egy delta U bevel, és ettől meg fog változni a bázis áram, kollektor áram, minden egy delta U-kkal, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Az elektronika az linearizáljuk a nem lineáris egyenlet. Jó? Valamilyen általunk beállított pont körül, amit amúgy az elektronikusok szeretnek munkapontnak nevezni, de nem, ha nem bonyolítom az életünket. Nincs igazán jelentősége. De aki már hallotta a szót, az esetleg akkor megérte, hogy miről van szó. Magyarul azt csináljuk, kérem szépen, hogy azt mondja, na, nem ezt akartam, azt akarom a hátsót egy kicsit feljebb vinni még, hogy előjön az összes egyenlet. Ezt hiszem le is tőlem, mert akkor ez nem fog nekem kelleni, ezért találok egy szivacsot. Azt mondja, adjunk hozzá a bemenethez egy delta U-bet, és akkor egy delta U ki, és az áramokból is egy kis delták megfelelő indexel hozzáírunk. Tehát fölírom ezt, akkor azt mondja, hogy az U ki plusz delta U ki, az természetesen a telepfeszültség mínusz az RC-szer az IC plusz delta IC. Ugye? Ugyanúgy, az U-be plusz delta U-be az egyenlő U bázis emitter feszültség hol? Az IB plusz delta IB-n meg RE-szer IE plusz delta IE. Nyilván a delták között ugyanez az összefüggés lesz az áramok között, mely szerint a delta IE
a szükségképpen delta i c meg delta i b, és erre is igaz természetesen a deltákra vonatkozó összefüggés, mely szerint a delta i c ugyanakkor egyenlő bétászor delta i b. És akkor most mit csinálok? Ebből az egyenletből kivonom a felsőt, és ebből az egyenletből kivonom az alsót. Jó? És akkor az ide fog férni. Az a két egyenlet. Mi jön ki? Hát az jön ki, kérem tényleg, hogy a delta u ki, az micsoda? Kiesik a telepfeszültség onnan, ugye? Az egyenlő mínusz rc-szer delta ic. Jó? Aztán itt meg a másiknál meg mi van? A delta u be, az egyenlő. Na, itt egy kicsit bonyolultabb helyzet, mert kell venni nekem ebből azt. Azt mondja, hogy ez a u bázis emitter feszültség az i b meg delta i b helyen mínusz u bázis emitter feszültség az i b helyen, és ott pedig meg r észer delta i e. És akkor már csak ez az alsó három egyenlet kell nekem. Még mit veszünk észre? Ja, hát ez úgy is felírható, mint az u bázis emitter feszültség, e bázis áram függvény deriváltja az IB helyen szer delta IB. Ugye? Azt pedig elnevezem bemeneti ellenállásnak. És R kis B-vel fogom jelölni. Jó? De egyszerűen valahova beállítottam egy bázisáramot, valamivel, tehát ide valahogy azt be kell állítani, nem akarok itt most foglalkozni, és annak megfelelően annak a görbének van egy meredeksége. Jó? Tehát ez úgy írom föl, hogy delta U be az egyenlő R B-szer, kis B az a belső, de akar vonatkozni, szóval delta I bázis, meg R észer delta I E. És akkor most kicserélem a táblákat, és akkor már rendesen feljük, hogy mi jött ki. Mert most már elég egyszerű a történet. Azt mondja, fel, le. Hihetetlen szép eredmény fog kijönni, nem véletlenül csinálom. Jó? Most már majdnem ott tartunk, hogy azt mondja, hogy. Akkor tehát, azt kapjuk, hogy a kimeneti feszültség, jó, az a delta U kimeneti feszültség, az hogy lehet felírni? Mínusz RC-szer a delta IC, de a delta IC az bétászor delta IB. Jó? Mert ugye ez a tranzisztor, tehát ugye mindjárt beírtam, hogy bétászor delta IB. És a bemeneti feszültségnél is ugyanezt a kis trükköt megcsinálom. Delta U be, az meg. Itt van ez nekem, hogy az R B-szer delta I B, meg R E-szer. Most mennyi a delta I-e? Hát az ugye áll összesen a... hol van, valahol föl van írva. Ott van. A delta I-e, az a delta I-C, ami bétászor delta I-B. Magyarul itt azt akarom mondani, nem kell bonyolítani. Béta plusz 1 szer delta I-B. Mit kaptunk? Hát, kész vagyunk. A tranzisztoros fokozat erősítése, ami a delta U ki per delta U be. Mennyiség? Delta U ki per delta U be. Kaptuk egy szép kis képetet. Azt mondja, van egy mínusz előjelem. Itt van, ugye ez a mínusz előjel. Van itt a számlálóban, hogy RC-szer béta, és a nevezőbe pedig az van, hogy
R B plusz R E-szer beta plusz 1. Mit jelent ez a mínusz előjel? Hát ez nagyon egyszerű dolog, ugye? Az történik, hogyha itt növelem a bázis emitter feszültséget, ugye akkor ezáltal megnő minden áram, és akkor ebből az azt jelenti, hogy itt kisebb lesz, mint eddig volt. Ugye? Mert ez lejjebb megy ez a pont. Tehát ezért kapjuk ezt a mínusz előjelet, egyszerűen ez fázis fordít, ez az erősítő, hogy elegánsan szokták mondani. Jó? És ez most itt kijött. Na de, valakinek az az ötlete támad, hogy választjuk az R-et ugyanabban a nagyságrendben, mint az R-B-t. Akkor mi van? Azaz R-re az meg van szorozva 100-zal. Ugye? Magyarul, akkor egyszerűen, ha így választom, ez itt senkit se érdekel. Most, ha a béta az 100, akkor a 101 is 100. Ugye? Magyarul. És ez a lényeg. Mikor jó ez a közelítés? Minél nagyobb a béta, akkor annál nagyobb jó ez a közelítés. Még egyszer mondom, természetesen, ha valaki nem jól választja ezeket az ellenállásokat, akkor ezt nem lehet megcsinálni, de jó választjuk jól. Hát mit tudom én, ez ilyen 10 kilóm egy tranzisztornál, vagy valami ilyesmi kb. Ugye, mert voltok és milliamper, onnan ki lehet találni, ugye milyen nagyságrend egy normál egyszerű tranzisztornál, a bázis áram. És mit kaptunk? Hát azt kaptuk, kérem szépen, hogy ennek az eszköznek az erősítése nem függ attól, hogy mennyi a béta. Szeretjük ezt? Hát persze, hogy szeretjük, mert akkor kiesett a hőmérsékletszűkés. És kivetett, hogy milyen veszünk a boltba, hogy 100 vagy 110 a bétája. Minden tranzisztor jó, csak elég nagy legyen a bétája. Lehetem nem is sokat az ember szórakozni, be kell valahogy tenni egy tranzisztort, van 100 bétája, hát biztos jó. Nem, ugye? Még egy baj van a tranzisztorral, ami ide nincs ebbe a képbe belevéve, hát természetesen ki kell bírni azt az áramot, amit szeretnénk. Hát akkor olyan nagyot kell venni, vagy valami rá kell tenni. Meleg kis hűtőborda, meg kell nyalni, és akkor így. Elmesélem maguknak kedvenc történetemet ezzel kapcsolatban. Ugye hát azt akartam ezzel az egészen mutatni, hogy az elektronikát ki lehet számolni. Van, aki ki tudja számolni. És ezt meg lehet érteni, semmi misztikus az egészben nincs. Ez primitív számolás. Ugye? Minden, akármilyen áramköt így felrajzolunk, fizikus gondolkodás, a kis Kirchhoff törvény, meg a fizikája, a kütyűnek, és ennyi az egész. Jó? Persze az elektromérnökök azok sajátság, hogy gondolkodásuk, annak alig lehet. Nekem van egy fiam, aki elektromérnök, és így próbáltam tanítani fizikára, és ez néha így annyira másképp gondolkodnak, hogy az egy kicsit gondot okozott nekem is. A lényeg, hogy én ilyen körülbelül akkor lehettem hallgató, mint maguk, és akkor kellett menni nyári gyakorlatra, Debreceni Egyetemre. Az úgy kötelező volt még. Egyébként maguknak is kötelező lenne, de sikerült eltörölnünk. Benne van a tematikában, a nyári gyakorlat. Na lényeg, hogy ott menni kellett egy laborba. És össze kellett rakni egy oszcillátort. És én összeraktam az oszcillátort, de az Istennek nem akart nekem az oszcillálni, mint aminek kellett volna. Hát a végén kínomba odahívtam a laborvezetőt, hogy hát valami történjen, mert nekem ez így nem oszcillált. Hát akkor persze azt hitt, hogy rosszul raktam össze, nézegette, de hát nem volt rosszul összerakva. Na. Majd. Ennyit a számolásról. Így megnyalázta a két ujját, de komolyan emlékszem rá mai napig is, oda nyúlt, oszcilloszkóban megjött a jel. Majd mondta, tegyen ide egy jómos ellenállást. Ez volt a megoldás. Tehát az elektronikát ki lehet számolni, mint ahogy itt látjuk. De azért, na, van neki egy ilyen aspektusa is, hogy gyakorlat kell oda. Ezek így tudják ezek, hogy akkor oda egy hidegítő kondenzátor. Mi mennyi? Hát, egy mikro. Oké. Jó lesz.
Szóval az az igazság, hogy természetesen az tényleg ki lehet számolni, de azért egy ilyen gyakorlat, ami ezeknek az ilyennel foglalkozó embereknek idővel kialakul, az nagyon sokat számít, és tudják, hogy ezt illik hidegíteni. És akkor persze, hogyha nem működik ezek után, akkor ők is elkezdenek számolni. Tehát, hogy akkor most mi lehet. Na, ez a legegyszerűbb erősítő, amit el lehet képzelni, áosztályi erősítőnek hívják, és természetesen ez a szépsége, hogy tulajdonképpen a visszacsatolás hol van megvalósítva, igazából véve ezzel van megvalósítva, ide teszem, ugye, mert ha növelem az áramot, akkor csökken a bázis emitter közötti feszültség, tehát ez egy negatív visszacsatolásnak felel meg, tehát akarna nőni az áram, akkor ezáltal lecsökken a bázis emitter közötti feszültség, és akkor ez fogja tulajdonképpen, itt jön be a negatív visszacsatolás, csak most nagyon primitén akarom elmondani, nem ez jön ez a mínusz előjel is, amit itt kaptunk, ezzel van kapcsolatban. Ez egy mínusz, persze azt nem mondtam, de az nyilván mínusz, igen, továbbra is. Ez egy úgynevezett fázisfordító erősítő. De aztán az abszolút nem érdekli, hogy valaki egy erősítőt akar csinálni, akkor megfordított színusz lesz, vagy nem, az ugyanannak halljuk, úgyhogy ez igazából ennek igazából nincs jelentősége. Na, de ezzel nincs vége a történetnek, amiről akarok beszélni. Mert a problémát az jelentette, hogy kezdünk bonyolultabb és bonyolultabb áramköröket építeni, már olcsó lesz a tranzisztor, mellettek a tranzisztoroknak is a legnagyobb baja az volt, hogy a hőt nem tudták elvezetni, tehát a régebben egy 20-30 évvel ezelőtti áramköröt az ember szétszed, abban ilyen újnyi méretű teljesítmény tranzisztorok vannak, és ilyen kis fémházban, meg minden. Ezt helyettesíted ma egy ilyen kis körömpiszoknyival. Azért, mert a hőt jobban el tudják vezetni. Az a probléma, mindig az a probléma, hogy a hővel mit csinálunk. Az összes erek jobban el tudjuk vezetni, sokkal jobbak a fém félvezető kontaktus felületek, stb. Ott nincsen hőellenállás, és ezért lehet sokkal kisebbre csinálni ugyanakkor a teljesítmény mellett. De most tessék elképzelni, hogy diszkrét tranzisztorokból én egy mikroprocesszort akarok csinálni. Amikor én dolgoztam számítógépen először, ott meg volt ezt csinálva. TPA, nem tudom, valamit elfettem, milyen valami van szám volt már. Jó, szép kis doboz volt, elő volt a kis lede, és gombok, a load akkumulátor, meg mit tudom, micsoda, a lyukszalaggal kellett beolvasni, a lyukszalag az úgy kezdődött, hogy el lehetett olvasni a karakterkészletet ilyen pöttyökből, hogy A, B, C, D, és kis pöttyök, 8x8-as pöttyök volt. Ezt, hogy beolvastak, akkor tudtam, mi az A betű. És akkor most is így ment, csak ezt nem látjuk már ilyen igazából direkt, de szóval ezek a kis gépek diszkrét tranzisztorokból szépen össze voltak, már egy diszkrét logikai áramkörökből igazából rakva. És mi a baj? Hát az iszonyatos sok forrasztás. És drót. Még akkor is, hogyha csinálunk integrált áramkört, vagy ilyen nyákot, amiben már nem igazán forrasztjuk, a lyukokat galvanizálunk, akármit, hogy mindenki már látott ilyet, akkor is sok forrasztás. És az mindig bizonytalan. Egyrészt fizikailag nagy, másrészt mindig bizonytalan, ott lesz a baj. Tehát ez csak nyilvánvaló, hogy ez egy fizikai limitet jelent arra, hogy milyen bonyolultságú áramkört lehet működőképesre csinálni. Egyszerűen erről van szó. És akkor mi van itt? Hát mi kell egy áramkörbe? Jó, kell tranzisztor. Tranzisztort tudunk csinálni úgy, hogy a megfelelő területeket NPN beszennyez. Jó? Mi kell még? Ellenállás. Hát ez elég egyszerű, mondtam, hogy simán változhatjuk öt nagyságrendet egy kis darabkának a fajlagos vezetőképességét azzal, hogy mennyivel szennyezzük be. Magyarul ellenállás aztán végképp könnyű csinálni, kis területet beszennyezünk megfelelő mértékig, és annyira az ellenállás, amit szeretnénk. Mi kell? Ezen azonban nincs vége. Mi kell még? Kondenzátor. Enélkül nem lehet egy oszcillátort csinálni. Ugye? Hogy kell kondenzátort csinálni? Magától van. Mert egy PN átmenetnél ott az feltöltődött, most mondtam. Mikor ez olyan kondenzátorom van, hogy a kapacitás az függ, hogy mekkora feszültséget kapcsolunk rá, kicsit változik, akkor az jó. A kondenzátor, egy PN átmenet úgy működik, mint egy kondenzátor, annak van kapacitása. Természetesen. Mi kellhet még? Hát szeretnek néha az emberek ilyen tekercseket is beletenni.
ez már rohadtabb, ez így, ugye, mert ott ilyen drót kell, mágneses tér, akármicsoda. De egy kondenzátornak az impedanciája az 1 per J omega T. Egy tekercsé pedig J elszer omega. Most akármennyi is 1 per J omega, 1 per omega T, azt megfelelően választva ki tudom helyettesíteni egy adott szegmentén, tudom helyettesíteni egy elszer T-vel. Mi a vala baj? A mínusz előjel. Az egyiknél nem van a J, a másiknél fenn van a J. Ugye? Azért tudok oszcillátort egy RT-körből csinálni, mert van benne egy mínuszos is, meg egy pluszos is. De akkor mit csinálok? Hát egy kondenzátorból csinálok egy mínusz kondenzátort. Hát hogy? Egy mínusz egyes erősítő, egy szál kis tranzisztor, sorba vagyok egy kondenzátorral, az kívülről úgy működik egy adott frekvencián, mint egy tekercs lenne. Vagy azt akarom mondani, tekercset nem kell. Ez ezzel lehet egyszerűen elvileg. Ugye? Biztos emléke, tanulták biztos ezen az előadáson a Wien-hidas oszcillátor. Abban csak kondenzátor és tekercs van. Tanulták? Nem hiszem, hogy nem tanulták. Mindenki tanulja. Wien. Ugye van benne egy erősítő, ami egy mínusz 3-at erősít, anélkül nem működik, és kondenzátorok és tekercsek. Kondenzátorok és ellenállások. Úgyhogy ez könnyű megvalósítani. Magyarul azt akarom mondani, hogy pusztán, kizárólag PN területeket létrehozva akármilyen bonyolult áramkört, amit el tudunk képzelni, létre lehet hozni. Persze a teljesítmény vagy ilyesmi, az mindig gond. A végén, amikor bazi teljesítmény kell, akkor mindenki oda tesz egy különálló tranzisztort is, vagy valamit, amit megfelelően rátesz egy hűtőbondára. Magyarul pusztán azzal, hogy veszek egy szilícium lapocskát, és annak különböző területeit beszennyezem P-re meg N-re, én egy akármilyen bonyolult áramkört tudok csinálni. És az így kapott, minek nevezik? Integrált áramkör, magyarul IC. Tehát csak és kizárólag erről van szó, hogy ezzel a technológiával, hogy PN területeket hozok létre, én azáltal, hogy mit csinálok, azt kell csak csinálni, csinálok egy kiinduló, jó kis P-típusú vagy N-típusú, kinek milyen tetszik területecskét, és akkor azt különböző helyeken, különböző módon, különböző trükkökkel szépen beállítom, hogy itt N legyen, ott újra P legyen, és akármicsoda. Amit szeretnék, valaki megtervezi, azt szokták mondani, hogy mondjuk egy ilyen műveleti erősítőben milyen áramkör van, azt a jóisten is két orosz mérnökön kívül senki se tudja már, de mindegy, akkor azt már számítógépet, megcsinálom belőle a számítógépet, akkor ezt csinálja a jobb számítógépet. Ugye ez történik valójában. Igazából véve, de mikroprocesszorokat, amit tudom én, ami 64 biten már akármihány millió tranzisztor van benne, aztán nem lehet embernek megtervezni, világos módon, megtervezi az előtte megépített számítógép, és akkor így haladunk szépen egyre is előre, és kapjuk a, és kialakult ugye egy 50 év leforgás alatt az elektronika, amit ma látunk, és nem látjuk, hogy hol a vége. Azt is hozzá kell tenni a dologat. Az egésznek a félvezetőnek ez a szép tulajdonsága, hogy a P vagy N típusú, hogy mennyire hol, mennyire P, azt én szépen tudom szabályozni. Persze a technológia nagyon is kell hozzá, tehát nem triviális kérdés egyáltalán, hogy 15 nanométeres ilyen kis tartományokkal én mit tudok csinálni. De ma ezt jelenti ezt a technológiát. Tessék mindenképpen méltányolni fizikai alapjai azok a felhasadt kötéseken, vagy helyettesített kötéseken alapulnak, ahogy azt az elején elmondtam. Azért akartam megmutatni, hogy nem valami misztikus dolog egy tranzisztort, mert lehet, hogy így még sosem hallották ezt a dolgot. Jó? Na! Ez tényleg azért azt tessék érzékelni, hogy mondjuk az elektronikának ez az elmúlt 50 éve ez minimum mondjuk a könyvnyomtatással összemérhető szintű fejlődés jelent. Majd nem is tudják, mi az a könyv lassanként, csak a laptopjukat hordozzák maguk, ami teljesen oké, szerintem is. Ez egy minőségileg változtatta meg mindent. Nem mindent biztos a jó irányban, de ez egy másik kérdés. Ugye, mert ezáltal a
visszacsatolásnak a lehetősége az nagyon rövid reakció idők miatt az nagyon lecsökkent. Én ezt értem belőle, hogy tiket, akkor az úgy történt, hogy én megírtam szépen tolla, adattam egy gépírónőnek, begépelték, de nem tudták begépelni a képeteket, ami sok volt benne, úgyhogy ezt beírtam kézzel. Egy pauz papírra egy másik néni megrajzolta az én skitteimnek nevű ábrákat, szépen betettük egy borítékba, és feladtuk postán az újságnak. Egy hét alatt megérkezett, akkor azt ott kibontották, megnézték, pár hét alatt kipostázták a referénknek, majd azok valamennyi időnkkal válaszoltak, és ez így ment tovább, és ennek az lett az eredménye, hogy két tiket lehetett egy évbe írni. De azokat az ember legalább átgondolta. Hát ez egy másik. Most meg beküld az ember e-mailbe, meg saját maga meggenerálja akármit, de mindent mi csinálunk, csak az újságnak megfizetünk ezért. Történet, ez nem biztos, hogy jó. De hát ez egy másik kérdés. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy millió és egy nagyon kitűnő oldala van a történetnek. Na, ennyit akartam akkor a félvezetőkről mondani, és akkor azt mondom én, hogy még egy dolog van hátra, amit szeretnék beszélni, és akkor egy óra elég is lesz. Arra akkor tartsunk egy óra szünetet, és ami még hátra van, a szupravezetés. És hogyha sikerül elmondanom, már pedig sikerülni fog, akkor a csütörtököt már megspórolhatják. Jó, úgyis közeledik már fél év vége, akkor nehéz kiszámítani, de igazából mondom, egy terület van még hátra, szupravezetés, miről beszélünk, ez nagyon fontos lesz. Azt remélem, hogy még máma be tudom fejezni. Jó? És akkor egészkor folytassuk, és akkor annyi elég lesz a szupravezetésnek az elmondására. Köszönjük akkor! Annyit elfelejtettem mondani még az előbb, hogy erre visszatérjek, hogy ennél a fajta tranzisztornál mindig, amikor ott be fog folyni milliamper. Ezért van a tranzisztornak, és azt is szeretném mondani, hogy ez az úgynevezett bipoláris tranzisztor, ez gyakorlatilag áramot erősít, mint hogy ezt mi is megbeszéltük, hogy az áramot erősít, a bázis áramnak valahány szorosa lesz a kollektor áram. De meg lehet azt csinálni, hogy elektromos térerősséggel vezérelem, hogy mennyire vezessen, ugye ezt field effect tranzisztornak, FET-nek szokták nevezni, és annak még van egy olyan változat, hogy akkor mindjárt egy kis szigetelőt is oda teszek a két elektróda közé, az MOSFET, metal oxid field effect tranzisztor, és akkor pikoamperek is elegendőek már általában. Egyszer vettem egy olyan műveleti erősítőt, egy ilyen műveleti erősítő az 200 forint. Vettem egy olyat, amiben femtoamper folyt be, magától, az 2000 forint volt. Tehát csak, hogy látják, tehát nagyon ritkán kell az ilyen az embernek, akkor az 2000 forint. De az is ilyen. Kicsit nehezebb megvenni az interneten, mert kevés van belőle, de ezek teljesen commerce módon könnyedén kaphatók. Már mondtam egyszer, hogy csak analog device-is használjanak, ha kell építeni, messze az a legjobb. Na, akkor ennyit az elektronikáról, csak még kiegészítésben közben szünetbe szemült, hogy ezt elfelejtettem mondani. És most akkor egy új jelenséggel szeretnék még elkezdeni foglalkozni egy itipicit a maradék időben, amit szupravezetésnek szoktak nevezni. Megint kb. Egy jó 100 évet vissza kell menni a történetben, és akkor elkezdték vizsgálni anyagoknak az ellenállását a hőmérséklet függvényében. Tehát így tanár úr már beszélt róla, akkor ugye az ellenállását elkezd csökkenni, és hogyha nagyon tiszta az anyag, akkor nagyon kicsi maradék ellenállás van, a hőmozgásból származó ellenállás, ugye a térgyelő nullában nullához fog tartani, szennyező atomok vannak benne, akkor az egy maradék ellenállás, és akkor azzal valamit csinálok, ha tudom csökkenteni. Ezek után elkezdték vizsgálni a hőmérséklet függvényében az ellenállás bizonyos anyagoknak, és akkor, ahogy azt vártuk, az elkezd csökkenni, majd egyszer csak egy adott hőmérsékleten ez hirtelen, eszméletlenül leesik. Az első anyag, aminél az a szigany volt, aminél ezt vizsgálták, és ez 4 Kelvinnél, 4,2 vagy valami ilyesmi, nem emlékszem pontosan a számra, de lehet, hogy ide fölírtam. Azt nem csak pontos értéket nem írtam fel, csak hogy 4 Kelvin. De azt hiszem 4,2, de nincs jelentősége. Az első esetben ez ilyen 4 Kelvinnél
hirtelenében úgy tűnt, hogy eltűnik az ellenállás. Aztán elkezdtek több anyagot vizsgálni, és akkor kiderült, hogy igen, sok olyan anyag van, aminek egy adott hőmérsékleten eltűnik az ellenállása. Ezt a jelenséget nevezzük szupravezetésnek. Most az első kérdés az, hogy mennyire tűnik el. Piszokul lecsökken, vagy ennél többről van szó? És többről van szó. Arról van szó, hogy ez tényleg nulla. Egyszerűen itt, egyszerűen nulla. Nem nagyon kicsi, mondom, tényleg nulla. Mit jelent az, hogy tényleg nulla? Az első klasszikus kísérlet volt az, hogy majd mindjárt beszélünk róla, még további effektusokkal is kapcsolódnak ehhez. Mindenesetre valahogy elindítottak egy köráramot egyszer egy kis ilyen szupravezető anyagban, ment körbe az áram, és várták, hogy ez meddig fogott menni. És akkor egy hónap múlva is még ment körbe, nem nyúltak hozzá, majd egy hónap múlva megállt. Na, akkor most vége. Akkor megnézték, vagy szóltak a diszpécserek, hogy éjszaka kimaradt a külső feszültség, és ilyen módon a felmelegedett ez egy kicsit egyre magától, és akkor tényleg megállt. Tehát azt jelenti, hogy ez akár meddig folyik. Tehát a kísérlet az, hogy hónapok elindít egy kis köráramot, ezen a megfelelő hőmérsékleten, hogyha nem történik semmi a hőmérséklettel, akkor ez megy. Egyszerűen ilyen nincs, de ez tényleg nulla. Ez a jelenség. Jó, ezt nevezik szupravezetésnek. Csak hatalmas, nagy várakozás tettek ezzel természetesen, hiszen hogy itt van, akkor ugye minden bajunk attól van, hogy a távvezetéket ugye izélni kell, azért kell a nagy feszültségű táp, hogy minél kisebb áram folyjon a drótokon, ugyebár akkor ez nem kéne. Kicsit probléma az, hogy 4 Kelvin. akkor azért az egész távvezetéket 4 Kelvinen, és az az igazság, hogy a közönséges szupravezetés, az valóban ilyen 10 Kelvinnél magasabb nagyságrendet, ebbe a tartományban kell gondolkozni a közönséges anyagoknál. Nem minden anyag válik szupravezetővé, szeretném mondani, de a közönséges anyagoknál ez a 10 Kelvin tartományába esik. Ennél bonyolultabb a jelenség, de már előre elmondom, hogy ha hatalmas szenzációt jelentett a 80-as években, hogy sziketelőket elkezdtek lehűteni, jó, és azok 90 Kelvin környékén hirtelen szupravezetővé váltak. Tehát nem, mert a higany az legalább vezet. Ugye? Magasabb hőmérsékleten. Ezeket kerámia anyagok voltak ezek, mindenféle iszonyatos bonyolult, ilyen összetételük van, nem akarok vele foglalkozni, nincs jelentősége számunkra, ezeket elnevezték magas hőmérsékletű szupravezetőknek. Mi a különbség a 4 Kelvin és a 92 Kelvin között? Az, hogy a folyékony nitrogénnek el lehet érni a 92 Kelvint. Tehát mindaz, ami 92 Kelvin fölött van szupravezető, az azért döntő jelentőségű, mert folyékony nitrogén kell. Ugye? Ehhez pedig hélium. A 10-15-os különbség. Folyékony nitrogént azt lehet venni a boltba. Tehát nem egy. Főleg héliumot is, de az árban van egy kis különbség. Ugye? Főleg maga, nem is a lehűtés a drága, hanem a hélium maga eszméletlen drága. Úgyhogy ezt a héliumot, vannak ilyen hűtők, azt vissza szokták nyerni, és akkor vissza a palackba, és visszaadni, és újra lehűteni természetesen. De itt ebben az épületben van egy ilyen hélium visszanyerő, azt nem tudom, hogy 8 millió forintba került csak az a kis csőrendszer, ami ehhez kell. Úgyhogy ez nagyon-nagyon drága dolog, maga az anyag is nagyon drága, maga a hélium nagyon drágan kevés van belőle. Na, a lényeg az, amit akartam mondani, ha ezeket megjelentek ezek a magas hőmérsékletű szupravezetők, és akkor tényleg akkor mindenki ezzel foglalkozott. Annyira ezzel foglalkozott, hogy biztos tudják, hogy a csak fizikával foglalkozó újságok közül a Physical Review Letters az a legmagasabb presztízzel rendelkező újság, impact faktora, mit tudom, 7 és 8 között van. És hát, hogyha kiadott egy közleményt, először is a Physical Review Letter nem merte nem leközölni a megjelent cikkeket,
gyakorlatilag referálás nélkül, mivel hogy nem merték azt mondani, hogy akkor ő miattuk valaki hátrább csúszik időben. Dőltek a cikkek, és mindenki ezt mérte, azt mérte, érte, és mindenki mondott valamit. Ezeket így mindenkit leközölték, de egyszer csak elegük is mondták, hogy ebben az évben nincs több szupravezetésről szomorúzni. Tehát annyira megtelt az újság, magas hőmérsékletű szupravezetéssel. Aztán igazából mindenki azt gondolta, hogy két itt a Kánaán, de nem. Majd mindjárt rá fogok térni, hogy tudom, mi okozza a problémát. Azóta eltelt már 30 év, és nem igazán van haszna alkalmazása, nem azt akarom mondani, de nem úgy, ahogy azt akkor elképzelték. Hát egyik pajapati, a kerámia, az törékeny. Tehát ilyen drótot nem könnyű belőle csinálni, de más gondok is vannak, mindjárt majd erre vissza fog térni. Ugyanis. Tehát ez az egyik jelenség, hogy itt egyszerűen leesik az ellenállás a nullára, de emellett ezzel párhuzamosan megjelenik egy másik jelenség, mely szerint az anyag belsejében a mágneses indukció az nulla lesz. Legalábbis szerteljesítek be, mindjárt mondom, hogy ennél kicsit még tükrösebb azért a történet. A lényeg tehát, mivel a B az egyenlő mű nullszor H plusz M általában, ha B egyenlő nulla, akkor az M az egyenlő mínusz H. Azaz, ezt szokták nevezni, minek? Hogyha mi az M az a mínusz egyszerese a H-nak, ellenkezően, akkor az milyen mágnes? Ez a dia mágnes. Jó? És ha annyira dia mágnes, hogy a B tökéletesen nulla lesz, ugye akkor erre szokták mondani, hogy a szupravezető az egy tökéletes dia mágnes, és egyszerűen az anyag belsejében a B nulla lesz. Ez így nem lehet ilyen egyszerűen, de majd eljutunk oda egy kicsit finoman képe, de ezt nevezik Meissner effektusnak, ezt a jelenséget, mely szerint a szupravezető belsejéből a mágneses indukcióvonalak kiszorulnak. Jó? Most egy kicsit tetézi a dolgot azért az, hogyha csinálunk egy olyan ábrát, az egyik tengelyre a hőmérséklet van felírva, a másik tengelyre pedig az a H, amit én beteszek. Ugye a H-t tudom előállítani, hogy egy áramot beteszem egy tekerlébe, és akkor az fogja, annyi lesz a H, amennyi abból kijön. A többi az magától ki fog jönni, H. Akkor azt lehet látni, hogy egy ilyen görbe jön ki, ahol a görbe alatti terület az, ahol szupravezetőként viselkedik, és van egy TC, kritikus hőmérséklet, ami alá mindenképpen le kell mennünk ahhoz, hogy a szupravezető legyen, de ha elkezdem betenni egy mágneses térbe, akkor kiderül az, hogy ahogy növelem a mágneses teret, ez a TC, ez a hőmérséklet, ami alatt ő szupravezetőként viselkedik, az egyre elkezd csökkenni, és van egy olyan kritikus mágneses tér, hogyha ennél nagyobbat beteszem, akkor már nem, akkor nulla hőmérsékleten sem lesz szupravezető. Jó? Ez az egyszerű történet, azért, tehát az a Meissner effektus így kell érteni, hogyha túl nagy mágneses térbe teszem be, akkor azt már nem tudja kompenzálni az anyag, és egyszerűen a nulla hőmérsékleten is normál vezetőként fog ezt viselkedni. Tehát annál, hogy egyszerűen csak nulla az ellenállás, annál komplexebb jelenségről van szó, hogyha a mágneses térbe teszem, akkor ennek, mert ezt egy fázis diagramnak szokták nevezni elegánsan, hogy a tengelyekre valamiket felezők, és ilyen területeket a fázis diagramnak nevezik, ugye, aki még nem hallottam volna, ez tehát a szupravezetésnek a fázis diagramja. Na most, ezek után, ezt kicserélem. Kiderült, hogy ennél kicsit bonyolultabb a történet. Még ennél is bonyolultabb a történet. És ezt akarom itt most mindjárt felrajzolni.
nagyon jó pofa a történet. A kísérleti tapasztalat az volt, hogyha én a H függvényében ábrázolom a mínusz M-et, ugye, akkor az egy egyenes, mert ott van a ideális 45 fokos egyenes. És valóban az történik, hogy azt tapasztalták azonban, hogy ha a H meghalad egy bizonyos értéket, ezt most jelöljük HC1-nek, római egyes, utána is az ellenállás nulla, de kezd úgy viselkedni, mint hogy a nem tökéletes diamágnes lenne, és ez a görbe, ez így folytatódik egy másik HC római kettes értékig. Ez nem minden anyagnál fordul elő, de vannak anyagok, aminél van egy másik tartomány, ahol ez a Meissner effektus ez nem működik tökéletesen, hanem egy ilyen típusú összefüggés jön ki. És akkor ezt szokták, onnan jönnek ezek az indexek, első fajú szupravezetőnek nevezni, ezt szokták másodfajú szupravezetőnek nevezni. Jó? És hogyha ezt a görbét akarom módosítani ekkor, akkor az jön ki, kérem szépen, hogy az ilyen anyagoknál két határt lehet felrajzolni, így. Van itt egy, ugyanúgy van neki egy TC-je, T és H, és akkor két görbét lehet húzni, ezek itt egybeesnek ezek a pontok, nagyon fontos, tehát a TC alá mindenképpen be kell menni, ahol ez a terület, ahol teljesül a tökéletes diamágnesként viselkedik, tehát a Meissner kiszorul belőle a mágneses tér, a másik tartományban itt ez a római kettes másodfajú szupervezetőnek szokták ezt nevezni, jelenség áll elő, és itt vagyunk. De ez még csak hagyján, volt egy ember, azt Abrikosovnak hívták, kapott is Nobel-díjat ezért, azt csinált másodfajú szupervezetőt, és rászólt ilyen vasreszelékszerűséget. És ezt vizsgálta a mikroszkópban, és azt a hihetetlen dolgot látta, hogy ebben a másodfajú szupravezetőben vannak tartományok, amik normál állapotúak, máshol pedig szupravezető. De ezek a normál állapotú tartományok, ezek fizikailag nagyon pici területek. Jó, felülnézetből lerajzolom. Akkor ő azt találta, hogy vannak kicsi normál állapotú tartományok, ilyen kis körök, az összes többi az szupravezetőként viselkedik, és ez még hagyján, de megállapította, hogy egy ilyen normál, oda bemegy a B, tehát ott van B, ugye, akkor van fluxus, és azt találta, hogy ez H per 2E fluxus, mert fin nulla szokták ezt jelölni, egy ilyen normál állapoton egy jól meghatározott mennyiségű mágneses fluxus tud átmenni, ami H per 2E. Jó? Ez szupravezető mágneses fluxusnak szokták nevezni. Nyilvánvalóan mindenki érzi, hogy ennek valahogy egy kvantummechanikai effektusnak kell lennie, hogy valami így kvantálódik. Ráadásul az Abrikosov. És akkor, ha beteszem valamekkora a mágneses térbe, ugye, akkor ki lehet számolni, hogy hány ilyennek kell lenni, hogy kijön a fluxus, ami átmegy rajta. Ugye? Ha kiszámítjuk ebből a körbéből, hogy mennyi B kell, annak át kell menni, elosztom H per 2E-vel, és akkor hány ilyen piti terület fog átmenni. Ezeket szupravezető vortexeknek szokták nevezni. Körülöttük folyik egy szupravezető áram. Ezt most később vissza fogok térni, hogy ezt értsük, hogy miről van szó még egy picit. És akkor ráadásul ezek taszítják egymást, és ezért
De a számuk az adott egy adott területen, mert át kell menni az összes fluxusnak, amit ráadok, ezért ezek egy háromszög rágyba rendeződnek, azt próbáltam ide lerajzolni. Abrikoszov rácsnak is szokták nevezni, nagyon, ezért kapott az Abrikoszov Nobel-díjat, akkor ezt felvette, hogy a másodfajú szupervezetőben a normál területek, az akik persze ilyen hosszú vonalak, mentén kell természetesen elképzelni, azt ábrára merőlegesen, normál állapotú, kis átmérőjű normál állapotú magja van ezeknek, és a körülötte szupervezető az anyag, és akkor ezeken egy ilyen normál állapotú tartományon ennek az úgynevezett mágneses fluxus kvantum, H per 2E mennyiségű fluxusnak át kell mennie. Ezt nevezik másodfajú szupervezetőnek. Na most, mi itt az érdekesség a történetnek? Még miért egy picit majd azért számolgatunk, hogy hogyan lehet egy ilyen szupervezetőt leírni. Mi itt a baj? Hát az a baj, kérem szépen, hogy ez sok szempontból azért hasonlít a diszlokációra. Természetesen más a kvant, ott, ugye ott a Burgers vektor az azért volt adott, mert a rácsállandó, a primitív rácsállandó meghatározta. Itt meg ez így kijön, hogy H per 2E-nek kell lenni ennek a fluxusnak, ami itt átmegy. De ha egy ilyen szupravezető örvény elkezd mozogni, akkor az mit csinál? Hát óhatatlanul rácsrezgéseket kelt. Ha óhatatlanul rácskezéseket kelt, azt miért nem szeretjük? Azért nem szeretjük, mert az hő. Hogyha pedig hő, akkor nem szupravezető. Ugye? Tehát, ha nagy mágneses térbe beleteszem, elég nagyba, és akkor ezek elkezdenek átrendeződni, akkor az a helyzet áll elő, hogy ezek a mágneses vortexek mozogni, és akkor már nem szupravezető tovább. Ezért kell valamit csinálni annak érdekében, hogy ezek ne tudjanak mozogni. És mit csinálunk? Telerakjuk szeméttel. A szó legszorosabb értelmében. Tehát a másodfajú szupravezető az egy piszkos anyag. Azért, mert ott van egy kis kiválás, a föltartja nekünk a vortexnek a mozgását, megakadályozza. Ugye? Ez a trükk. Ilyen módon mit lehet csinálni? Ez itt a kérdés. Hogy meddig tudok elmenni. És tulajdonképpen a problémát a másodfajú szupervezetőkben, a magas hőmérsékletű szupervezetőkben azt jelenti, hogy ez itt nagyon kicsi. Tehát az a mágneses, hogyha áramot akarok folyatni, akkor lesz ott biztos mágneses tér. Mint tudjuk, mindjárt mondom, a következő lépés, azt átgondoljuk, de a másodfajú szupervezetőknél ez a HC2, ez nagyon kicsi. Magyarul egyszerűen hiába akarok belőle egy tápvezetéket csinálni, és ott vagyok 92 Kelvinen, jó? Nem tudok belőle technikailag használható ilyet csinálni. Tehát azért van, hogy ha a szupervezető mágnesekről hallanak, azokban nem kerámia szupervezetők vannak. Ugye? Hanem az elsőfajú szupervezető és folyékony héliummal kell küldeni. Itt alattunk is van egy ilyen nagy NMR, nagy mágneses tereket kell létrehozni, és abban bizony elsőfajú szupervezetőket használnak folyékony hélium hőmérsékleten. Most a folyékony hélium ez egy rohadt dolog, mert a magát, hogyha fölmelegedne véletlenül, ugye, akkor az szépen így megtölti a szobát, mert leül az aljára az idének, és a bent levő emberek azonnal megfulladnak. Ez nem vicc. Tehát amikor ezt ide telepítették, akkor külön cirkusz volt az, hogy ki kell robbanni az ablaknak magától, hogyha valami ilyen történik. Ja, tehát ez elemi elvárás, mert különben hatalmas mennyiségű hélium kijön, ezt megfullad a bent levő. Nem vesz észre, te megfullad. Úgyhogy azoktól magától ki kell robbanni az ablaknak. Ezt meg kellett oldani. Tehát azt mondom, hogy ez nehéz ezzel operálni. Tehát nagyon nagy mágneses tereket, sajnos a másodfajú szupervezetőkkel, ezen a magas hőmérsékletű szupervezetőkkel nem lehet igazán csinálni. Ezért, ha ez kell, akkor vissza kell térni az elsőfajú szupervezetőre, és abból építenek mágneseket még mai napig is általában. Na, és akkor ennyit, ez így kb. A fenomenológiája volt a szupervezetésnek, amit mondtam, és egy picit azért menjünk
túl valamit, még van annyi időnk, igen. Ha nem pedem be, akkor jönnek csütörtökön is. Addig mondom, hogy jó, inkább be akarnám. Ha picit tovább tartja, akkor is befejezem, nem az volt, amit szeretnék még mondani. Hát ugye, van nekünk a normál vezető esetén a J egyenlő szigmászor E differenciális ohm törvényünk. Ugye? Miért kellett nekem? Hát azért, hogy fölülöm a megszeregyenleteket, akkor benne csak az E szerepeljen meg a B mindenütt, akkor a J-t ehelyett beírom, hogy a szigmászor E. És akkor az E-re vonatkozó egyenleteket kapok. Na de itt a szigma egyenlő nulla. Mi? A végtelen. Igen, mindegy, a retiprokra nulla. Úgyhogy ennek így nincs értelme. Ugye? Tehát ez nem tud, azt írom jó, hogy E egyenlő ρ szor J, az intelligensebb verziója. És akkor ρ egyenlő nulla. Jó? Tehát akkor ez azt jelenti, hogy E egyenlő nulla. Mindenütt. Hiába van áram. Tehát ez nem használható. Mi van helyette? Ha nincs ellenállás, akkor természetesen fölírhatjuk, hogy a M-szer a V idő szerinti deriváltja, az mínusz E-szer E. A mínusz előre csak azért írom, hogy az E az egy pozitív szám, elektronról van szó. Jó? Hát egyszerűen az elektron gyorsulni fog az ott levő térerőségnek megfelelően. Jó? Ebből megpróbálunk egy kicsit ezzel eljátszani, hogy mik ennek a következménye, nagyon szép következménye fog kijönni, mindjárt látni fogjuk. Ugyanakkor az áramsűrűség az mínusz E-szer N-szer V. Ugye? Ha ezt én most idő szerint megderiválom, így, akkor is egyenlő lesz. És a gyorsulás helyére szépen beírom ezt, hogy ez E per M per E, egy előjeltől eltekintve. Jó? Tehát akkor ide beírhatom, hogy az J pont az egyenlő, a két mínusz előjel az kiesik, és akkor azt mondom, hogy az a E négyzet N per M szer E. Jó? És már majdnem kész vagyunk. Majdnem ez is jó lenne, de nem ezt az alakot szokták használni, hanem még felírjuk a indukció törvényét, ami azt mondja, hogy a rotáció E az egyenlő a B-nek az idő szerinti deriváltja. Jó? És akkor ebből kifejezem az E-t, és oda beírom. Akkor az azt kapja, hogy a rotációja az M per E, ez itt E akar lenni, E négyzet N szer J pont. Jó? Tudja, hogy? Mínusz, és itt kell is nekem egy mínusz, igen, azt akarom is mindjárt, igen, jó, helyen, igen, azt kell nekem a mínusz, igen. Ott gondolkoztam, hogy a mínusznak el kell tűnnie, de itt nem, jó, de így ott fog kijönni, amit szeretnék, igaza van, köszönöm. Annak egyenlőnek kell lenni e szerint továbbra is, azzal, hogy mínusz B pont. Jó? És most mit csinálok? Beírom, hogy a B az rotáció A. Jó? És akkor ezt kapom ebből, hogy a rotációja a M per E négyzet N szer J pontnak, annak egyenlőnek kell lennie mínusz rotáció A pont. És akkor már meg is veszük mit? Hát nem mondom, mert nem is igaz ilyen egyszerűen, de elsőre mit csinálunk? Hát ezt ki tudom elégíteni, jó? Ezt, hogy azt mondom, hogy az M per E négyzetszer J egyenlő A.
ki tudom elegíteni, ugye? Van egy kis baj, ezt mindjárt megbeszéljük. Tehát ebből oda jutottam, hogy a J egyenlő E négyzet, egy mínusz előjel, E négyzet N per M-szer A. Jó? Hát ezt látom, hogy kielégítjük. Ez szokták a szupervezető anyagi egyenletének nevezni. Jó? A differenciális Ohm-törvény helyére, vagy ebben a darabban J van, más kapok ezt. Van egy kis furcsasága. Hát mindenki tudja, maguk is, meg én is, hogy az A az nincs egyértelműen definiálva. Jó? Hát akkor hogy lehet, hogy a J az A-nak egy egyértelmű függvénye? Ráadásul itt anyagi állandók vannak. Tehát ellentétben az ellenállással, ugye amiben benne vannak bonyolult folyamatok, a relaxációs idő, stb. Itt anyagi állandók vannak. E négyzet N per M. Mi a megoldás? Hát azért, hogyha időtől független a J, akkor mi van? Divergencia J-nek nullának kell lenni a töltés megmaradás következtében. Jó? Ebből azonnal látjuk, hogy ha veszem ennek az egyenletnek a divergenciáját, akkor a divergencia A egyenlő nulla. Tehát ez tök jó, ez az egyenlet, de Coulomb mértékben. Ennyi az egész megoldás. Tehát az anyagi egyenletnek csak akkor van értelme, hogyha hozzá gondolom, hogy a divergencia A egyenlő nulla. Tehát ez az anyag, úgynevezett híres anyagi egyenlet, ez a Coulomb mértéknek felel meg. Ezt akarom ezzel egészen hozzámondani. És még az is hozzáadódik a történet, hogy azért ennél, amit így kiindulunk, kicsit bonyolultabb a kép, ugye mert itt is N-nek vannak, V pontok vannak, emlékezünk biztos, hogy nem lehetett ilyen egyszerűen szorzat alakban ottan fölirogatni annak idején, hanem akkor az F függvénynek a megfelelő integráljából kellett venni egy, ez itt is érvényes, azt mondom, hogy ez itt nem teljesen ennyi. Ez csak egy ilyen naív, azt mondom, hogy naív, de egy egyszerű kép. Igazából véve a bonyolultabb történetnél ez az érvényben marad, de ez a szorzó, ez nem biztos, hogy pontosan ennyi. De azért az eredményt jól mutatja. Jó? Mindenesetre ez egy nagyon fontos történet, mert ezt szokták a szupervezető anyagi egyenletének nevezni. És tulajdonképpen ugye ez ebből jött ki, meg a megszer egyenletekből. Ebből lett ki. Na és akkor most még egy kis trükköt. Már az indukció törvényét azt felhasználtuk. Hoppá, nem ezt le akarom vinni. Hát akkor még van egy megfelelő egyenlet, amit nem használtunk fel, hogy a divergencia B egyenlő nullát felhasználtuk, mert be tudtuk vezetni az A-t. Van még egy megfelelő egyenletünk, amit nem használtunk fel. Az mit mond? Ugye, hogy a rotáció B az egyenlő mű nullszor J plusz ugyebár a eltolódási áram, de azon most nem foglalkozunk, az nem érdekel minket, és statikában gondolkozunk, ugye már ezt is abban indultunk ki, mert az eltolódási áramnak itt számunkra nincs jelentősége. És akkor most azt a kis trükköt alkalmazom, kérem szépen, hogy hoppá, a J helyébe én beírom azt, ami az előbb itt kijött. Jó? És akkor azt kapom, hogy a rotáció B az egyenlő mű nullszor, mínusz mű nullszor, ez E N per M szer A. Ez így csúnya. Mit csinálok? Hát tehetem azt, hogy ide beírom azt, hogy a B az a rotáció O, de nem ezt csinálom, mert veszem még az egyenletnek a rotációját még egyszer. Jó? Az azt jelenti, rot
rot B, hogy egy jó rendes fizikai mennyiség szerepeljen benne, az egyenlő, mi van? Mínuszszor E per M szer rotáció A, ami B. Hogy? E négyzet, hát az tényleg, igen. Azt hiányozna, hogy ott az. Mert mindjárt látják, hogy miért. Hogy nem mindig pozitív számít. Az E négyzet N per M szer maga a B. Jó? Rotáció A. Rot-rot az grad div mínusz Laplace. De div B egyenlő nulla. Ezért írtuk fel a B-re, ezt az ára nem mondhatom el. Jó? Ugyanezt a történetet. Magyarul ebből azt kapom, hogy a mínusz előjelek most már kiesnek, ezért kellett, hogy valahol legyen egy mínusz előjel. Ugye azt jelenti ki, hogy a Laplace B, annak egyenlőnek kell lennie, mínuszszor E négyzet N per M-szer maga a B. És akkor hihetetlen jó pofa történet. Beírhatják a mértékegységet, de előre mondom, hogy ennek milyen mértékegységének kell annak a kis kombinációnak ott lennie. Hát egy per hosszúság négyzet, nem? Mert különben nem egyenlő a két oldal egymással, a Laplace miatt. Ezt akkor el szokták nevezni 1 per lambda négyzetnek, és akkor azt a szép összefüggést kapjuk, hogy a Laplace B az egyenlő B per lambda négyzet. Ezt az egyenletet London találta ki, és London egyenletet szokták nevezni. Szupervezetők London egyenletéként szerepel. És még egyszer mondom, hogy azért, mert ez nem teljesen exaktul igaz, ugye itt erre a London hosszra egy meghatározott képetet kapunk, az nem biztos, hogy mindenre exaktul annyi, mint ami ebből a univerzális állandókból behelyettesítve kijönne. Tehát azért van, mert az elektronoknak kollektív módon kell figyelembe venni megfelelő módon. De nézzük meg, hogy ennek a híres London egyenletnek milyen következményei vannak. Mert ez nagyon fontos. Itt kezdjük majd megérteni, hogy miről szól ez az egész történet. Jó? Azt mondja, hogy ezt leedd fel. Ez már nem kell. Képzeljük el a következőt, hogy van egy normál és egy szupravezető határunk. Jó? És akkor a normál állapotban itt legyen nekem egy B0 mágneses terem, akkor nézzük meg, hogy a szupravezető oldalon a London egyenletek megfelelő egyenlet az hogy néz ki. Tételezzük fel, hogy a B-nek csak Z komponense van, tehát felfele áll, a táblából kifele, úgy értem, és az csak az X-től függ. Jó? Ha ez itt az X. Ahogy belemegyünk. Akkor ezt oda beírjuk. Akkor csak az x szerinti, ugye a Laplace-ban csak az x szerinti második derivált jön létre, tehát akkor felírhatjuk, hogy a d2bz per dx négyzet egyenlő bz per lambda négyzet. Ugye ez a szupravezető oldalon érvényes az egyenlet, a normál oldalon ugye nem érvényes az egyenlet. Azt gondolom, hogy ez fix legyen. Mi ennek az egyenletnek a megoldása? Hát nem olyan bonyolult ezt kitalálni, ugye? Bx egyenlő b0-szor e ad mínusz x per lambda. Plusz-minusz. Hát ezt akartam mondani, ezt még kell. Plusz-minusz x per lambda. Tehát beírjuk, kétszer deriváljuk,
ugye, ez pont ki fogja ezt elégíteni. Jó? Mi baj? Hát ezzel a plusszal mi a baj? Végtelenbe felrobban. Ezt nem akarjuk. Jó? Azért a mínuszt azt lett, a pluszt azt letörjük, csak a mínusz marad meg. Mi jött ki megoldásként? Az jött ki megoldásként, kérem szépen, hogy a szupravezető oldalon nem nulla a B, de a London hossznak megfelelően exponenciálisan lecsek. Jó? Tehát ezért mondjuk, hogy ha elég nagy, akkor az természetesen az belül nulla lesz, de a tetején, a szélén, a szupravezető normál határa nem nulla. Tehát ez itt a normál állapot, szupravezető állapot, és ez a, ezért szokták ezt London-féle behatolási mélységnek is nevezni, ez a lambda határozza meg nekünk, az, hogy a mágneses tér a szupravezetőbe meddig tud belehatolni. És akkor mi van? Ha még egyszer felírjuk, hogy a rotáció B egyenlő mű nullszor J, mit kapunk? Hát ahol a B már nulla, ott a J is nulla, ugye? Legalább mi van? Az áram csak a szupravezető felületén tud folyni. Méghozzá a behatolási mélység által meghatározott vastagságon belül. Ezért kell ezt a számolást elvégezni, hogy beteszek egy szupravezetőt, egy véges méretű szupravezetőt, ugye? Beindítok rajta, mondjuk indukcióval úgy szokták csinálni, bekapcsoljuk, beindul benne egy áram, az a felületén fog folyni. Ezt kaptuk ebből az egyszerű kis számos, ez nagyon fontos, ezt akartam elmondani. Természetesen ez a számolás, ez az első fajú szupravezetőre vonatkozik. Meg lehet azt csinálni, hogy azt mondom, hogy ebben az egyenletben, ez a London egyenletben, hol van az? Még valahol ki akarom, ezt lejjebb akarom egy picit vinni. A J-ben van egy normál alapú tartalom, egy pici, mondjuk egy Dirac delta, ahol a J nem nulla, és ott normál alapotú, ugye? És akkor azt mondom, hogy ugyanezt az egyenletet meg kell oldani, hogy ott mink lenne egy Dirac delta-szerű forrás, ahol tényleg tud normál alapú folyni, akkor megkapom egy vortex körül kialakult mágneses tehet, és akkor milyen áram folyik. Bonyolult egy befelfüggvény jön ki, nem akarok most ezzel foglalkozni, csak mindenki el tudja képzelni, hogy ennek természetesen a kétdimenziós változatát kell akkor megoldani, azzal, hogy van egy Dirac delta-szerű forrástagnyi ebben a London egyenletben, és akkor egy ilyen szupravezető vortex körül kialakuló mágneses tehet is elő lehet állítani. És ezt ki is lehet számolni, mondom, nem akarok vele tölteni időt, mert egy befelfüggvény jön ki. Na, és még mindig nincs teljesen vége a történetnek, mert egy picit erről a phi null egyenlő h per 2e történetről kéne még valamit mondanunk. Mert mindjárt látjuk, hogy azt a kettest nem lehet megérteni elsőre. Jó? Hogy lehet ezt így naivan, egy elég naív számolással kihozni? Nem tudom, hogy a kvantummechanika előadáson volt-e arról szó, amit úgy szoktak nevezni, hogy Sommert felféle kvantumfeltétel. Volt. Szuper, hát akkor egyszerűen vagyok. Az mi? Az az, hogy az impulzusnak egy zárt görbére vett integrálja, az a H egész számú többszöröse lehet csak. Ugye Sommert feltétből sikerült neki valójában a Bohr-féle atommodellt általánosítani, és így finomabb eredményt kapni, mint amit a Bohr kapott. Ezt szokták Sommer-feltétele kvantumfeltételnek nevezni. Mi esetünkben próbáljuk meg ezt alkalmazni. Ugye visszaemlékezünk, hogy ez itt természetesen a kanonikus impulzus, ugye? Ami kanonikus impulzus, az az m-szer a sebesség mínusz az e-szer a. Az e most megint pozitív szám. Ezt oda beírom. Jó? Akkor azt kapom,
hogy körintegrál, m-szer v ds, ugye, mínusz e-szer körintegrál a ds. Az n-szer h. Jó? Mi van, ha nem mozognak? V egyenlő nulla. Statikáról van szó. Akkor azt a szép kis összefüggést kaptuk, ami ide föl van írva, hogy a mínusz E körintegrál A ds annak n-szer h-nak kell lennie. Na de most én beírom azt, hogy ezt a zárt görbéletet, zárt görbét, nem írtam oda, nagyon fontos, zárt görbélet integrálás, egy felületi integrálá alakítom, az micsoda? A rotáció A-nak egy felületre vett integrálja, tehát akkor ezt úgy is fölírhatom, hogy mínusz felületi integrál rotáció A df. Jó? Na de a fránya rotációját az B-nek hívjuk, és hogyha egy B-t egy felületre integrálom, ahol normál állapot van, ugye azt fluxusnak nevezzük. Jó? Tehát ez egyenlő mínusz felületi integrál BDF, ami fi null. Egy E-szorzója van, meg nem akarnak kijönni, amit akarok, és annak n-szer h-nak kell lennie. És akkor ebből mit kaptam? Hát azt a szép kis összefüggést kaptam, hogy a fluxus, ami ezen át tud menni, ez nem fi null, ez nem kell, a fluxus ezen át kell menni, annak n per e-szer h-nak kell lennie, n az egy egész szám. Egy mínusz előjel most, hogy merre veszük, azért annak nincs jelentősége, a fluxus, hogy definál, melyik normálisan. És mit kaptam? Majdnem ezt. A fluxus kvantum csak egy kettes. Az nem jön ki. Tök jó az a levezetés, csak kettes. És akkor itt a megoldás az micsoda? Hát a megoldás kérem szépen az, amit a... mit akartam mondani a nevét? Kicsoda, ha te hülye vagyok. Majd eszembe jut a neve közben. Kitalálta ki. Ötlet a következő. Cooper, végre, jó, köszönöm, ha valaki. Cooper, doktori dolgozatában. Csak úgy mondom. Azt mondta, hogy vegyünk egy elektronpárt. Ami elektronpárt úgy állítok elő, hogy ezeknek ellenkező a impulzusuk, a K-juk. Egy plusz-minusz K-ból álló elektronpárt. És elkezdett számolgatni, fölírta, hogy ha rácsrezgéseket hozzáadjuk ehhez a rendszerhez, akkor a rácsrezgésekkel együtt egy effektív vonzó kölcsönhatás jön létre a két elektron között. Ez a hosszú számolás, nem tudom elmondani, majd egy későbbiben felteszem, hogy elő fog magunknak fordulni, csak a lényeget szeretném érteni. Ezt elnevezték Cooper párnak. Effektív azt látjuk, hogy egy mínusz K plusz K impulzusú elektron pár között a rácsrezgések szerencsés esetben egy vonzó kölcsönhatást tudnak létrehozni. És ha a termikus rezgés nem tudja szétbontani ezt az energiát, ami a vonzó kölcsönhatásból adódik, akkor ez a Cooper pár ez nem tud szórodni, nem tud energiát fölvenni. Jó? Egyszerűen ez a szupravezetésnek a modern elmélete, mikroszkopikus elmélete, ezen alapul, és akkor hirtelen megértjük a kettest. Két E kell. Jó, tehát persze így nem lehet ilyen triviálisan érteni, de ez a kettesnek az eredete ebben van, hogy azok az elemi objektumok,
amivel itt operálni kell, az nem egy elektron, tehát ezt az egészet nem egy elektronra kell fölülni, hanem egy Cooper párra, jó, aminek kettő E töltése van összesen. És egyszerűen az történik, hogy ezt az elektronpárt, ezt nem tudom gerjeszteni, mert egy kötött állapot alakul ki közöttük, és a hőmozgás, stb. Ezt nem tud neki energiát adni, mert, van egy minimális energia, amit be kell azhoz fektetni, hogy ez energiát tudjon ez a valami elnyelni. Ezt ilyen gap energiának szokták ezt nevezni, ezt az értéket, amit a rácsvezgések hoznak létre. Hát nagyon meglepő az eredmény, nem véletlenül kapott ez a Cooper is Nobel-díjat, ugye, tehát természetesen ezért a felfedezésért, és ez szokták tekinteni a szupervezetés ilyen mikroszkopikus elméletének, és azért ez valami némi magyarázatot ad ilyen elemi módon, hogy a kettes, az hogy jön oda ki, igazából véve. Na és akkor még van, ennek a részleteit, ezt BTS elméletnek szokták nevezni, ennek a részleteit azt majd még meg fogják tanulni későbbiek során, ez elég komoly statisztikus fizikát igényel az, hogy ezt a Cooper ezt levezette. Még egyszer mondom mindenkinek tanúságként, ez a doktori dolgozata volt ennek a Coopernek. Aztán azért kapott Nobel-díjat. Én úgy tudom, hogy kettő ember kapott a doktori dolgozata egy Nobel-díjat, a Madame Curie meg Cooper. Ja, ilyen is van. Na de, még van, ha 5 percet adnak nekünk, még egy érdekességről ez a dolog a kapcsolatban szeretnék mondani. Tessék visszaemlékezni, a ferromágnesség fenomenológus Ginzburg-Landau elméletére. Mit mondott? Azt mondta, szabad energia, sűrűséget kisebben jelölöm, azt ugye volt egy A nagy T-szer M négyzet meg egy B nagy T-szer M a negyediken, aztán ide beírtam egy kettest, úgy szokták, ehhez még hozzáadódott valamilyen A vesző nagy T-szer gradiens M négyzet, plusz a külső mágneses tér. Mi volt a szép ebbe, hogy ez megmagyarázta, hogy miért van paramágneses és ferromágneses átlag, és azt mondjuk, hogy ez a T-T, ez a T-T-nél ez a szorzó az előjelet vált. És hogyha T-T alatt vagyunk, akkor ugye az első tag az lefele kanyarodik, ha TT fölött vagyunk, akkor fölfele kanyarodik, és ha TT fölött vagyunk, akkor egy minimum van, ha TT alatt vagyunk, akkor két minimum van ennek. És akkor ezek a Ginzburg és Landau azt mondták, hogy ja, hát akkor írjunk fel valami hasonlót. És azt mondták, szabad energia sűrűség, A nagy T fel, fi abszolút érték négyzet, nem értem, hogy fi-nek nevezem, meg ez a b t per 2-ször fi abszolút érték a negyedikem. Ez valami komplex függvény, ez a fi, valami hullámfüggvény. Jó? És lényeges, hogy komplex függvény, mellesleg, meg ezt helyettesítették, azt mondja, hogy ide írjuk be a mágneses térben érvényes kinetikus energia szerűség várható értékét. Micsoda? Az a kvantummechanika szerint, ugye azt úgy kell írni, hogy H vonás per I-szer gradiens plusz E-szer A, ugye? Nak a négyzete, ezt alkalmazzuk egy fi-re, ez megadná, ugye ez lenne a kinetikus energia, de engem a kinetikus energiának a várható értéke érdekel, azt itt megszorzom. Jó? És persze, ne legyen ebből baj, ezért velem az abszolút értékét, hogy ne legyen itt ez komplexám. És akkor ők azt mondták, hogy ennek analógiájára nagyon hasonlóan írunk fel egyet, ezt a tagot, ezt a kvantummechanikából kölcsönözzük. Mint hogyha ez itt a kinetikus energia várható értéke lenne, ugye? Ezt persze ki kell integrálni, mert csak a sűrűség. És kiegészítjük ezt
a komplex hullámfüggvényre vonatkozó ugyanolyan taggal, mint az, de mondom a Fiat komplex függvény. Ezt szokták szupervezetés Ginzburg-Landau szabad energiájának nevezni. És mi a szép benne? Az a szép benne, hogy ennek van spontán vortex-szerű megoldása. Azért, mert komplex ez a Fi, ezért ki lehet mutatni, hogy ennek tudnak lenni a megoldásai, ami megfelel annak a szupervezető vortexnek. Persze a paramétereket megfelelően kell beállítani hozzá. Ezért akartam fölülni, ez egy hosszú, nem akarok ezzel mit foglalkozni, csak szerettem volna megmutatni itt a végén az analógiát. Egy picit általánosítjuk ezt a dolgokat, mintha ez egy kicsit olyan kvantummechanika lenne, nyilvánvalóan az effektus maga kvantummechanikai, ugye? Mert egyszerűen a rácsrezgések, már magában a rácsrezgés kvantáltsága az kvantummechanikai effektus, ugyebár, és az, hogy a két elektron az tudja magát mondani a Cooper pár, ezt hamarabb csinálták, mint a Cooper pár kitalálták volna, de mindenkor a másodfejű szupervezetésnek, hogy vannak vortex-szerű megoldásai, az ebből az egyenletből eten kijön. Tehát ennek vannak olyan típusú megoldásai, szupervezető vortexnek. Ezért nagyon híres fenomenikus elmélet, természetesen ugyanúgy fenomenikus elmélet, mint ez, az A, ha bejön a T-TT-nél előjelet vált, és a TT alatt vagyunk, akkor vannak neki ilyen szupervezető vortex-szerű megoldásai. Na, ennyit akartam mondani. Ennek részében nem kell foglalkozni, csak a végén akartam egy kis bónuszként, hogy merre lehet itt tovább haladni. Nagyon híres valami. Természetesen, ha van külső mágneses tér, mint ott az A-ban, akkor annak a megfelelő energiát is hozzá kell adni. Kb. Ennyi volt akkor a fél év. Jó. Csütörtökön elengedem magukat. Már akkor lehet készülni akkor a vizsgára. Annyit ígérek még, hogy akkor fölmegyek, és akkor még egy többen kérték, akkor kiírok délutánra, jó? Mit tudom én, mit mondjunk? 1 óra, jó? Azoknak két ünnep között még délután is fogok vizsgáltatni, jó? Jó, mindenkinek akkor jó felkészülést kívánok, meg akkor találkozunk még a vizsgán mindenkivel. Köszönöm szépen!